Fúvósoktól volt hangos pakson a Szent István Park. A paksi Pro Artis Wind Band közel egy órás koncertjén közismert dalokat adott elő Tóth János karmester vezényletével. Az együttest az iskola jelenlegi növendékei és régi diákok, valamint a fúvós tanszak jelenlegi és korábbi tanárai alkotják. Az elmúlt években több egész estés koncerten, illetve térzenés produkcióban léptek fel, mely most a pandémia miatt elmaradt. Felüdülés volt egy ilyen hosszú idő után a nagy közönség elé lépniük. Mint minden iskolában nagyon gyorsan kellett megszervezni a digitális oktatást. Azt kell mondjam, hogy le a kalappal a kollégáim előtt. Március 18-a óta egyik napra a másikra átálltunk mi is ilyen távoktatásra. Ez ugye a művészet oktatásban, főleg a hangszeres oktatásban elég bonyolultnak látszik, mert ugye nem mindenkinek van otthon hangszere, de szerencsére ez esetünkben nagyjából megoldott. Tehát nagyon kevés olyan tanítványunk van, akinek nincsen otthon saját hangszer, és nem tud önállóan gyakorolni. Természetesen ez az időszak nagyon-nagyon nehéz volt mindenkinek. Kollégáimat nagyon megterhelte, megviselte, de nyilván minden pedagógust az országban azért azt látni kell, hogy nem olyan egyszerű ez, főleg, hogyha valaki otthon van összezárva a családjával, és a gyerekét neveli, és közben még a más gyerekét is oktatni kell, ez egy kicsit nehéz. Szoktam volt mondani, hogy a mi esetünkben van egy olyan házaspár az iskolában, akik mind a ketten itt tanítanak, és három gyermekük van, akikből kettő szintén középiskolás művészeti iskolába járt, tehát őket távolról oktatták, miközben a két szülő távolról oktatott, mindezt egy hálózati rendszeren és egy házba bezárva. Azt gondolom, most túl vagyunk ezen a kritikus és áldatlan állapoton, hogy mi lesz a jövő, tehát hogy mennyire szenvedtük meg. Ezt még pontosan nem tudom, küldtünk ki kérdőíveket, küldtünk ki visszajelentkezési lapokat a szülők felé, ezek vissza is érkeztek nagyjából, illetve új beiratkozókat várunk. Sajnos a reklámtevékenységén nem tudtuk elvégezni azokat a munkákat, amiket ilyenkor szoktunk, óvodákba szoktunk menni, óvodásokat szoktunk fogadni, térzenéket szoktunk adni. Ezek nem történtek nyilván meg március-április hónapban, viszont a közösségi oldalunkon, tehát közösségi oldalunkra tettünk föl különböző videókat, amivel csámítottuk az embereket. Azt gondolom, hogy talán átvészeljük valahogy. Az volt a nagy szerencsénk, hogy lecsengett nagyjából ez a vészhelyzet, úgy tűnik talán, meg hát ugye Tóna megy elég jól szerepelt, hogyha ezt lehet ezt így mondani, hogy viszonylag alacsony volt a fertőzöttség, és most már, hogy kicsit szabadulunk a békjóból és a fogságból, most a fúvószenekarunk tudott már egy koncertet, egy térzenét, egy szép 3-4 órás térzenét adtak a Szent István Parkban. Azt gondolom, hogy ez is jó. Szép számmal voltak közönségek is, úgyhogy én azt gondolom, hogy most visszaindulunk még erre a hónapra, tehát a június még egy kicsit megpróbáljuk megnyomni. Júliustól szabadságon van mindenki, meg is érdemli minden kollégám a szabadságot, mert rengeteget dolgozott azért, bár ez most ugye nem látszott annyira kifelé, de én tudom, pontosan tisztában vagyok vele, hogy mennyi munkával járt ez a két hónap, két-három hónap. És aztán szeptembertől újult erővel fogunk belevágni a munkának. Tehát augusztusban már, hogyha az összejön, mert tervezzük a tubakurzust, illetve a Nemzetközi Fúvós Fesztivált, és hát augusztusban fölmérjük újra az erőinket, és visszaállunk a rendes kerékvágásba. Bízom benne, hogy ez így fog működni. Hát nálunk 25 pedagógus dolgozik az ügyön, illetve hát a táncpedagógusokat sajnos kivették a rendszerből, ők óraadók, és a fenntartó a balettanároknak nem fizetett óradíjat erre az időszakra, úgyhogy ott valószínűleg nagyon nagy veszteségeink lesznek, ott még nem vagyok tisztában, hogy hogyan fog indulni a következő tanév. Ez sajnos így alakult, erről nem tehetek, illetve hát senki nem tehet, ez egy felső utasítás vagy döntés volt. A képzőművészek nagyon jól működnek, Zécz Judit kolléganő már évek óta Facebook csoportot működtet, ahol a munkákat közösen egymásnak megmutogatják és feltöltik. A táncművészeti ágon a végzős tanulók ennek ellenére, vagy mindenzel együtt, és ennek nagyon örülök és nagyon büszke vagyok rájuk, a tanáraik tiszteletére, amit március elején elkezdtek koreográfiát betanulni, csak megszakadt a folyamat, azt ők önállóan begyakorolták, és egy videóra felvették, ezt is megosztottuk a közösségi oldalunkon, és nagyon hálás vagyok nekik ezért. A többi kolléga, hát körülbelül közel 400 gyerek.
van az iskolában, akit tanítunk. Ez nem csak Pakson, hanem Bölcskén, Madocsán és Nagydarogon is számít. Különböző módszerekkel próbáltuk utolérni a gyerekeket, mindenki ahogy tudta, mert nyilván otthon sem áll mindenkinek minden eszköz rendelkezésére, de vannak erre már nagyon jó online módszerek, mások már ezt kipróbálták, lehetett osztálytermet létrehozni, és Google-ön keresztül, vagy bármilyen más csatornán keresztül, de volt, aki csak telefonon beszélgetett, elmondta az instrukcióit, és úgy adta át a tudást. Sajnos nem ugyanaz, mint szemtől szemben nyilvánvalóan, ezért is igényel sokkal több időt, sokkal több energiát mindenkitől, hogy ez működjön.